Egy üres és halogató beszédet hallhattunk a miniszterelnöktől. Ez a beszéd sokkal inkább volt egy hangulati előkészítése azoknak a megszorításoknak, amit a kormány február-márciusban be akar vezetni, mintsem egy országértékelő beszéd. A miniszterelnök csak problémákat vetett föl és célokat sorolt, ezek közül nagyon sokkal szerintem minden magyar ember is egyet tud érteni, de soha sehol nem mondta meg azokat a konkrét megoldási javaslatokat, hogy hogyan oldja meg a problémát, vagy hogyan éri el azokat a célokat, amit kijelölt az ország számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen típusú ország értékelő az még egy ellenzéki vezető számára is kevés lenne, nemhogy egy kormányzó párt miniszterelnökétől. Ráadásul most először 8 év után a Fidesz a saját munkáját, Orbán Viktor a saját munkáját is értékelhette volna, ezt is elszalasztotta. Hiszen nem derült ki, hogy mit tettek és mit fognak tenni a következő időszakban azért, hogy Magyarországon a ciklus végéig 300 ezer új munkahely jöjjön létre. Nem beszélt arról a miniszterelnök, hogy mi lesz a megoldása a devizahitelesek problémáira, vagy éppen arról sem szólt, hogy mit fog kezdeni a kormányzat, hogyan kárpótolja az igazságtalan adórendszer veszteseit. Ezzel az én megítélésem szerint Orbán Viktor elszalasztott egy lehetőséget, hogy bátran, őszintén és egyértelműen beszéljen arról, hogy milyen megoldási javaslatai vannak az ország előtt álló problémákra. Én a magam részéről remélem, hogy jövő héten, hétfőn az országgyűlésben újra megpróbálja a miniszterelnök.